Steven Spielberg, Christopher Nolan, James Cameron, Quentin Tarantino. Ezeket a rendezőket mindenki ismeri, de mi a helyzet azokkal, akik szintén zseniális filmeket dirigálnak, de mégiscsak egy szűkebb réteg tudja, hogy kikről is van szó. Több van belőlük, mint az ember elsőre gondolná, úgyhogy itt az ideje megismerkedni néhányukkal. Jöjjön tehát a 10 legalul értékeltebb rendező. David Mitchell. Az ausztrál úriember íróként és színészként is mutatott egyet, s mást, rendezőként pedig 2010-ben mutatkozott be az Animal Kingdommal. Mindössze két filmje van, a másik a tavalyi Országúti bosszú, de mindkét alkotásnak olyan sajátos hangulata van, ami összetéveszthetetlen mással. Mitchell nem pörög feleslegesen, nem keresi a hatásvadászatot, de olyan szikár, nyomasztó és kemény műveket rendezett, amíg több figyelmet érdemeltek volna. Itt főleg az Animal Kingdomra gondolok, aminél jobb krimi nem nagyon készült az elmúlt 5 évben. Érdemes odafigyelni tehát a rendező úrra, hiszen alatta még Robert Pattinson is képes szuperalakításra. Shane Meadows. Meadows sem amerikai, hanem angol, ez pedig meg is látszik a filmjein. Nem köt kompromisszumokat, hozza rá jellemző stílust és lehengerel. Vannak olyan rejtett gyöngy szemei, mint a Hol alszik Rómeó, de én nem ezért szeretem annyira. Sokkal inkább az olyan kegyetlenül markáns bosszú filmjéért, mint a Dead Man's Shoes, vagy a This is Englandért, ami az egyik legjobb őrfejűekről szóló dráma, ami valaha készült. Alapjáraton ezeket a filmeket iszonyú kevesen ismerik, pláne a minőségük fényében, de Meadows munkája is sokkal több elismerést érdemelne. Thomas McCarthy. McCarthy-t színészként sokkal jobban ismerhetjük, hisz feltűnt a 2012-ben, a Dicsőség zászlajában vagy az Apádra ütökben. Rendezői bemutatkozásaként viszont rögtön egy kisebb mesterművet készített, az állomásfőnökben pedig megismertette a világgal a Tyrionként híres Peter Dinklage-et. Aztán érkezett a szintén remek a Látogató, majd a Tüneményes Győzzünk már. Legutóbbi film sajnos már nem sikerült annyira jól, de a Cipőbűvölő is igazából egy aranyos sztori volt. Ettől függetlenül McCarthy egy hihetetlen kreatív rendező, aki mesteri jellemábrázolást ad, és olyan emberi történetekkel rukkol elő, amiket rendre a szívünkbe zárunk. Az első három filmje kötelező, és a friss műve a Spotlight miatt végre elkezdhetik az elit rendezők sorában emlegetni. Andrew Dominik. Az új-zélandi rendezőnek három filmje van, hát egyik sem egyszerű darab. A Chopper vérgőzős története leginkább a Bronzonhoz hasonlítható, a Jesse James meggyilkolása egy mesésen fényképezett piszok egyedi lírai western, az Ölni kíméletesen pedig egy fekete humorú társadalom kritika, amit a legtöbben utáltak, de nekem kifejezetten tetszett. Egyik sem kommersz darab, de egyedi, tartalmas művek, amik maradandó élményt nyújtanak. Az ismerkedést mondjuk lehet kezdeni a Jesse James-el. Dominik 2016-ban pedig egy sajátos nézőpontú Marilyn Monroe életrajzi filmet rendez Jessica Chastain-el a főszerepben. Hát, várjuk szeretettel! Edgar Wright. Wright neve a kultikus Cornetto trilógiával fort egybe, ugyanis ő rendezte a Haláli hullák hajnalát, a Vaskabátokat és a Világ végét. Mindhárom film magasan átlag feletti vígjáték, főleg a Haláli hullákat imádom a beteg humorával. Aztán ott volt még a több mint zseniális geek csoda a Scott Pilgrim, amit Wright úgy adaptált, hogy vizuálisan és tartalmilag is tökéletes élményt adjon. A rendező úr végre megkaphatta volna neki járó Rivalda fényt, hiszen ő vezényelhette volna le az új Marvel filmet, a Hangyát, de kreatív nézeteltérések miatt kitették a szűrét. Feltételezem, túl kreatív volt. Kár, pedig kíváncsi lettem volna rá, de azért így is imádjuk ezt a fazont. Spike Jonze. Igen, tudom, van egy Oscarja, amit az általam annyira imádott a nő forgatókönyvért kapott, de ennyi erővel a rendezésért is jelölhették volna. Jonze amúgy egy hihetetlen fura fazon, hiszen rengeteget lóg a Jackass-es arcokkal, benne volt az összes Jackass filmben, de még a Rossz nagyapóban is. Ez képest olyan filmeket rendez, hogy csak lesünk. Lássuk csak John Malkovich menet, adaptáció, Ahol a vadak várnak, és persze a nő. Ez az ember egy hihetetlen nagy zseni, aki pedig szereti a magukból kifordult, agymunkára sarkaló filmeket, mindenképp lesse meg a Malkovichot és az adaptációt. Aki pedig még nem látta a nőt, az menjen ismerkedni. Martin és John Michael McDonagh. Testvérekről van szó, de ők nem úgy dolgoznak, mint például Coenék, teljesen külön végzik a munkát. Mégis egy kalap alá veszem őket, mert mindketten géniuszok, és megérdemlik, hogy itt legyenek. Kettőjük stílusa közül Martini áll hozzám a közelebb, az erőszaki konkrétan alapmű, de a Hét pszichopata is egy elképesztően szórakoztató és egyedi agymenés.
John Michael a fanyar humorú a gárdistával indított, ami bár remek lett, de a Kálvária című következő filmjével ért fel az öccse zsenialitásához. Martinnak van egy Oscarja, amit egy rövid filmért kapott, de van egy olyan sanda gyanúm, hogy 10 emberből 8 nem tudná megmondani, milyen filmeket rendezett. Mindkettőjük következő munkát epekedve várom. Jeff Nichols. Nichols sem viharos gyorsasággal termeli a filmeket, de ha dolgozik, akkor garantált a minőség. A Fegyverek és emberekkel rögtön letette a névjegyét, de sokkal inkább az utána következő két filmjére fogunk emlékezni. A Take Shelter egy ügyes szimbolikájú, precíz, mégis iszonyú feszült és nyomasztó dráma és thriller keveréke, egy igazi különleges gyöngyszem, amát pedig egy magával ragadó white trash alkotás, ami egyszerre keveri a gyerekfilmek stílusát egy menekülős krimiével. Szerencsére Nichols rákapcsolt az utóbbi időkben, és jövőre kijön a Midnight Special című skifije, aztán érkezik a Loving című drámája. Reméljük így szépen lassan megkapja az őt megillető elismerést és tiszteletet. Pálfi György. Igen, kis hazánk nagy fiáról van szó, aki a szarból is tud várat építeni. Fájdalmasan mellőzik Pálfi elvont zsenialitását, többek közt a nagyszabású Toldi moziát is elkaszálták, bár most kapott egy 30 milliós támogatást, hogy előkészítse az új filmjét. Na de miért is lehetünk büszkék rá, és miért bosszankodhatunk Pálfi alul értékeltsége miatt? Rögtön a Hukle egy szöveg nélküli természetfilmes krimi lett, amiből egyből látszott, hogy a rendező hihetetlen kreatív. Amit aztán az utána következő taxidermiában járatott csúcsra. A gusztustalanságokban, groteszk és bizarr dolgokban topzódó mesteri korrajza, a hazai filmjártás egyik égköve, mind technikailag, mind tartalmilag. Ki kell emelnem még a Final Cut című csodát, amit Pálfi több mint 400 filmből vágott össze. Ha ez az ember Amerikába született volna, már régő lenne az új Stanley Kubrickkal kevert Tarantino utód. Richard Linklater. Igen, tudom, hogy van 5 Oscar jelölése, abból 3-at a sráckor miatt gyűjtött be, de akkor is főleg csak az indie filmesek és a mindenevők vannak tisztában azzal, hogy mekkora zseni is ez az ember. A már említett sráckor is megkerülhetetlen tényező, hisz ekkora türelemmel és odaadással filmet készíteni senki nem tud. Aztán ott a dumálós filmek alfája és omegája, a Mielőtt trilógia, de Linklater minden fronton képes megállni a helyét. Családi vígjátéknak ott a Rocksuli, egyhelyszínes nyomasztásnak a Visszajátszás, tini kultfilmnek a Tökéletlen idők, de megemlíthetném a zseniális kamera által homályosant és a hasonló technikával készült filozófikus hangvételű Az élet nyomában. Linklater minden kétséget kizáróan a mai élő rendezők egyik legnagyobbik, aki türelmes, kreatív és soha nem fogja a profitot választani a művészi szabadság helyett. Ezért ő áll a lista első helyén. Én ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, és természetesen írd meg kommentben, hogy szerinted kit hagytam ki, vagy neked ki a kedvenc alulértékelt rendeződ. Aztán legközelebb találkozunk. Csát!